Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályában az elmúlt héten csak csonkafordulót rendeztek, ezért múlt hét szombati műsorunk is elmaradt. Akkor a harmadik játék héten a következő eredmények születtek. C plusz V, Fedél Kft. 3-4, Cooper SC, Fevita 2-5, Klub Feca, Maraton Sport 2-0, Aprilia Motorosbolt, Sünni és Barátai 7-0. Ezek az eredmények a mai műsorunk végén már szerepelnek a tabellán. A negyedik fordulóban a hatodik helyen álló Fevita a jelenlegi hetedik Klub Fecával mérte össze erejét. Lássuk a találkozót. A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályának negyedik fordulójában a sárga mezes Fevita a piros mezes Klub Fecával csap össze. A két együttes három találkozó után a tabellán igen közel áll egymáshoz, hiszen a Fevita a hatodik, még a Klub Feca a hetedik pozíciót foglalja el. Mind a két alakulat ugyanúgy 4-4 pontot szerzett eddig a bajnokságban. Egy győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mérlege mindkét együttesnek. Tehát a Fevita jobbról balra támad. Az a Fevita, amely az 1B-s bajnokságot nyerte a 2001-2002-es kiírásban. Horváth lövését láthattuk, amely a kapu mellé szállt. Illetve Szabó volt, elnézést, Szabó Ferenc. És hát a Fevitát jól ismerhetik a stabil első osztályú csapatok is, hiszen a 2000-2001-es kiírásban itt az elit csapatok között szerepelt a hűtőgyári alakulat. Nem tudtak azonban megragadni az első osztályban, kiestek, majd egy év kitérő után visszatértek megint. Gyorsan felsorolom a két együttes összeállítását. A Fevita kapujában egyessel Balogh János véd. És nevezel a még a találkozóra 12-essel Varga Gyula, 7-essel Sikos Csaba, 3-assal Dömsödi Csaba, 11-essel Szabó Ferenc, 6-ossal Volent Csaba, de nézzük a Feca akciót, egészen mostanáig tartott, hiszen 6-os számú Volent Csaba szerelt Szabó. Nem bírta elvinni három ember között a labdát. Tehát 9-essel Szente András, 2-essel Bognár Imre, 8-assal Maurer László, 4-essel László Attila, 5-össel Gácser Tamás, 10-essel pedig Milosovics József. A Klub Feca együttesében Fehér Miklós áll a kapuban, és jelenleg a pályán 10-essel Máriási Zsolt, 16-ossal Molnár Gábor, 6-ossal Balogh Zoltán, 70-essel Hajnal László, és 8-assal Gerencsér Péter tartózkodik. Rajtuk kívül még Kellner Zsolt, Molnár Csaba, Rikli Csaba és Fodor Tamás vár bevetésre. Gerencsér lövése nyomán a labda a Fevita kapuja mellé szállt. Egyelőre csak helyzetekkel tudtak szolgálni a csapatok, góllal még nem. A negyedik percben járunk. Szente bedobása. Szabó, Molnár Gábor lépett közbe. A kapus jött ki a kapujából és indítja a Feca támadását. Máriási, Volent lépett közbe. Szöglet. Bedobás. Rosszul láttam akkor. Nem az alapvonalon, hanem az oldalvonalon hagyta el a labda a játékteret. Gelencsér. Máriási. Letámad a Fevita, és Szente. A kapu mellé lőtte a labdát. Marad a 0-0-ás mérkőzés állás.
Gelencsér veszi, mert azonban messze pattant tőle a labda. Dömsödi Csaba emelte ki. Molnár Gábor. Volent volt, szabálytalan. Balog kapus kidobása Szabó felé, Máriási fülelte le. Szente. Hajnal László rángatta. Fevita szabadrúgás. A hatodik percben két tagú a feca sorfala. Szent elcsavarta a sorfal mellett a labdát, azonban a kapu mellett is elsuhant. Balog. Hajnal. Balog Zoltánnak vissza, akire Szabó érkezik. Fehér segítette ki, Hajnal. Szabó Ferenc. Kisodródott már a labda, is gyors volt egy picit, így Fehér Miklós kapusnak könnyű dolga volt. Klubfeca bedobás következik. Gelencsér. Hajnallal kényszerítőzik. Máriási. Gelencsér kapja vissza, nem találta el jól a labdát. Fordulhatnak a sárga mezesek. Molnár Gábor. Máriási. Balog. Volend, szöblet. Nem értették meg egymást a társak. Máriási szöblete, Hajnal, és ismételhet Máriási, hiszen Volend lábáról hagyta el a labda a játékteret az alapvonalon. Ez most elakadt Szabóban. Szabó. Hajnal mellett nem tud elmenni. Molnár. Gelencsér. Balog. Fevita bedobás. Máriási. Hajnal. Máriásinak vissza. Molnár. Balog Zoltán érkezik, és messze pattant tőle a labda. Pedig létszám fölénybe került a feca. Dömsödi. Gyenge próbálkozás. Balog. Tovább tudja vinni. Molnár Gáborhoz passzol Balog. Máriásinak tovább. Balog, mármint a kapus, Balog János nagy védést mutat be, a kapufára tolta a labdát. Egy szép fecatámadás és egy szép kapus védés. Mindez a 9. percben. Balog Zoltán. Gelencsér. Molnár, Gelencsér összjáték. Szente. Szabó kint volt már. Hajnal. Máriási. Hajnal vezeti fel a labdát, aztán Máriásit ugratná ki a jobb oldalon. Nem volt elég gyors a feca, a 10-es számú játékosa.
kint volt már a labda. Volent. Balogh Zoltán szerzi meg a labdát. Aztán már is visszakerül a sárga mezesekhez. Szente, gyönyörű! Jó labdát kapott Szente, aki nem teketóriázott, egyből lőtt fordulásból, és a labda pedig a Feca hálójában kötött ki. 11. perc, 1-0-ás Fevita vezetés. És majdnem növelhette előnyét a Fevita. Sikerült azonban felszabadítaniuk a Feca védőknek. 11. perc, 1-0-ás Fevita vezetés, a gólszerző Szente András. Most Szabó Ferenc próbálkozhatott zavartalanul. Fehér Miklós a kapus állta útját a labdának. Szabó szöglete. Gelencsér. Molnár Gábor futtatja, pontosabban futtatná, hiszen a labda kiperdül a játéktérről. Szabó. Balogh Zoltán piszkált bele, aztán Szente ismét vállalkozik egy lövésre, és bizony Fehér csak másodjára tudta birtokba venni a labdát. Máriási. László állította meg. Molnár Gábor. Balogh Zoltán, Molnár Gábor. Ez is gyönyörű Feca akció volt, azonban nincs szerencséje a piros mezeseknek, a felső lécről vágódott ki a labda. Marad tehát az 1-0-ás Fevita vezetés. Sakmat szituációig játszották pedig ki a Feca támadói ezt az akciót. Hajnal. Egy távoli lövés. Hát, hogyha talán ha 4 kaput raknánk egymás tetejére, akkor gól lehetett volna a dologból. Molnár. Máriási. Dömsödi. Üzi hajtja. László. Molnár mellett vitte tovább, aztán Máriási mellett passzol be. Szép akció. És ismét a 9-es számú Szente András a gólszerző. Jól centereztek középre a Fevita szélsői, ahol Szente várta a labdát, és könnyű dolga volt, csak a kapu közepébe kellett passzolnia azt. A 13. percben már 2-0-ra vezet a Fevita. Egy labdaszerzés, egy ellenakció, és végül Dömsödi lövésébe beleért. Egy Feca kéz vagy láb, így szöglet. Most László próbálkozott, a labda elkerülte a kaput. Molnár. Balog. Hajnal. Dömsödi. Szabó. Szente. László nagyon szépen tette maga elé a labdát. A lövés sem volt rossz, csak éppen középre ment. Ott a kapus várta. Szente próbálta átemelni a kapus felett a labdát. Nem sikerült. Nem nagyon őrzik a Klub Feca védői Szente Andrást. Pedig lehet, hogy egy picit nagyobb figyelmet kellene szentelni a Fevita támadójának, hiszen már 2 gólt szerzett. Máriási bedobása a Gelencsér. Molnár Gáborhoz kerül a labda. Ketten állják útját. Volent. Szöglet. Hát, én úgy láttam, hogy Volent Csabáról pattant ki a labda. Szabó. Hajnal, nagyon szép becsúszása. Tiszta szerelés.
aztán megint hajnal piszkált oda, és ebből indulhatnának a Feca támadói. Szöglet lett a dologból, Tömsödi még bele tudott piszkálni a paszba. Molnár hajnal érkezik. Hajnal László esik el. Nem volt szabálytalanság az iménti szituációnál. Fehér fejelte ki a labdát. Balog előzte meg Szabót. Aztán a piros mezese ki a labda. 16. percben járunk. 2-0-ás Fevita vezetés. Máriási. Volent. Szentihez kerül a labda. És aztán a kapu mellé lő. Gelencsér, Molnár. Gelencsér, hajnalnak vissza. Máriási lépett volna ki középen két ember között. Nem sok híja volt, hogy megkapja a labdát. László, hajnal. Dömsödi érkezik, és felrúgja a bok második szintjére, a harmadik szintjére a labdát. Hajnal. Molnár nem indult be. Egy kirúgás következik. Volent. Szente. Leveszi a labdát és tartja is, majd lő centiméterekkel a bal kapufa mellé és egy picit fölé. A 99-essel közben Fodor Tamás az új játékos a Klub Feca együttesében. Volent lépett ki remek ütemben, és indítja a Fevita támadását. A félpálya közepéről, illetve a térfél közepéről lőtt. A labda azonban a kapu mellé szállt. Gelencsér emeli be, Máriási fordulatból mellé. Szente. László. Fodor nem tudta megállítani a labdát, ebből fordulnak a sárgák. László. Fehér lépett ki a kapujából, jó ütemben. Hajnal. Molnár. László. Hajnalt kerülte volna meg, hogyha nem hosszú a labda. Fodor. Volent, kint van. Gelencsér. Fodor. Máriási. Molnár. Minden Feca játékos egy területen mozgott. A lövés nyomán a labda végül a kapu mellé száll. 19. perc, 2-0-ás Fevita vezetés. László csúsztatta meg, Szente, és Fehér lépett ki. Máriási fordul le. Szabad rúgás a Klub Feca javára. Máriási Zsolttal szemben szabálytalankodtak. Ez már a 20. perc, 3 tagú a Fevita sorfala.
Máriási legurítja Molnár Gábornak. Labdája elakad Lászlóban. Molnár. Fodor, majd ismét Molnár. Máriási. Egy eladott labda. Fehér Miklós védett. Hajnal. Kikíséri a labdát. Szente. Dömsödi. Fodort állította meg Dömsödi. Máriási. Molnártól kapta vissza a labdát. Máriási jól megy be. És aztán rápattintják a lábára a labdát. Kirúgás. 22. perc. Valamivel több mint 3 perc van hátra az első fél időből, a rendes játékidőből. Molnár. Fodor. László. László még mindig a labdával egészen mostanáig, elválasztják tőle. Fodor. Dömsödiben akad el. Molnár, Máriási, Bognár Imréről ment ki a labda. Máriási, Volent fülelte le. Fodor, és ebből indulhatnának a sárgamezesek, de csak Szente tör előre. Szente jól tartja a labdát. Kisodródik most már, és Hajnal szereli. Fevit a bedobás. László. Volent, a leghátsó ember a mezőnyben. Volent megmentette. László mellé. Pedig Fehér már elmozdult a lövőcserre. Fodor. Gelencsér. Fodor kapja vissza, most a bal oldalon, aztán Molnár Gábor lábára pattan. Fodorral szemben voltak szabálytalanok, Volent Csaba. Máriási. Fodor. Mellé perdíti a labdát. Akár meg is állíthatta volna. Hajnal. Nem igazán érkezett rá védőjátékos. Máriási lő Balog védóriásit. Máriási bedobása Molnár Gábor. Nincs kint a labda. A rendes játékidő utolsó perce kezdődik meg az első félidőben. Gelencsér. Ez veszélytelen. Hajnal. Gelencsér. Szente és Gelencsér párharca
Bognár. Fehér biztosít. Molnár Gábor indul meg a bal oldalon. Szöglet. Hajnal érkezik, nem kapja. Volent lábában akad el. Fodor most a befutó ember. Mellé perdít, és ez volt az utolsó jelenete az első félidőnek, 25 perc játék után, tehát 2-0-ra a Fevita vezet Szente András góljaival. Megkezdődött a második félidő. A Klubfecel együttesében némi változás a pályán. Rükli Csaba érkezett hetes számmal, ő még nem lépett pályára ezen a találkozón. És már is az első támadásból egy nagy helyzet, Máriási gurított a kapu mellé. Azonban beleért egy sárga mezes játékos, így szögletet rúghatott Rükli. A labda azonban mindenki előtt és mögött elsuhant. Szabó vágja előre. Molnár Gábor. Máriási talpa alatt elcsúszik a labda, hogy elgurul. Szabó bedobása. Szente Szabónak vissza. Volent. Nem volt jó. Máriási, Dömsödi, Szente, Szabó várná a labdát a túloldalon, Szentét Balogh Zoltán gyötörte, Volent, kint van. Szente, Rükli előzte meg Szabót, aztán Molnár Gábor, szép volt a passz, Máriási, és Balogh János véd ismét. Remekül véd a Fevita kapusa. Máriási végzi el a szögletet. Molnár. Volentet lőtte fejbe. Fodor. Molnár Gábor. Máriásinak le a sarokba. Rükli. Ott állt bent pedig középen, csak bele kellett volna tennie a lábát. Közben 8-as számmal Maurer László a pályán a Fevita együttesében. Volent helyére érkezett. Huszonnyolcadik perc, 2-0-ás Fevita vezetés. Szente, Szabó, Balogh Zoltán piszkált bele. Maurer. Dömsödi. Rükli. Máriási. Gól. 2-1. Máriási használja ki a helyzetet. A 29. percben szépít tehát a Klubfeca. Balogh rúgja ki. Máriási kapja ismét a labdát, egy picit messze pattant tőle. Balogh vetődött ki a kapujából. Klubfeca szöglet, Máriási. Szöglete elakad.
játékvezetői labda, hiszen plafont ért a játékszer. Szabó adja vissza. Balogh Zoltán. Szabó Ferenc lépett közbe. Molnár Gábor egyből lőtt. Szép jelenet volt. Balogh lábbal hárított. Molnár Gábor egyéb iránt a tavalyi bajnokságban még a Blue Hétfő együttesében játszott, és miután feloszlott a Blue Hétfő gárdája. Így Molnár Gábor a klub fecához igazolt, épp úgy, mint Bóka Csaba, aki jelenleg nincs itt. Ő nincs nevezve erre a találkozóra. Szöglet. Fehér vetődik ki, azonban a labdát nem tudta megszerezni. Molnár Dömsödi csúsztatta meg. Klubfeca bedobás. Máriási, Molnár Gábor, Balogh véd. Egyenlíthetett volna már a klubfeca. Eddig ennek Balogh János a Favitak kapusa állta útját. Dömsödi beszélget a játékvezetővel. 31. perc. Balogh Zoltán fejeli vissza, aztán Maurer. A piros mezesek fordulhatnak. Máriási, Fodor fölé. Gyors, szép akció volt ez is. Azonban a befejezés nem volt pontos. Dömsödi kirúgása. Molnár Gábor csúsztatja meg, és bizony kapusát Fehér Miklóst hozza kellemetlen helyzetbe. Máriási, Fodor, merre veszi, aztán egyből lő, lepattanás nélkül a kapu mellé. A Favita együttese nem hamarkodja el a kirúgást, miért is tenné, hiszen 2-1-re vezetnek. Fehérnek annál inkább sürgős a dolga. Fodor. Szép cselek, aztán a beadás már nem jó. Balogh Zoltán remekül veszi le a labdát. Fodor. Rikli. Molnár. Máriási. Máriási szöglete. Molnár Gábor mellé. Molnár. Rikli tovább perdíti. Egyelőre hatékony a klubfeca letámadása. Hiszen egy volt már sikerült szerezniük, és tulajdonképpen helyzetig nagyon nem jut a Favita a második félidőben. Máriási bedobása, Molnár Gábor oson a bal oldalon, aztán középre rohan, és a kapu fölélő. Nincs szöglet, kirúgás. Fodor. Máriási, Volent lép ki rá, aztán Máriási kihozt egy kötényt, Rikli mellé, az oldalhálót találta el. Pedig ezt is szépen kijátszották. Balogh azonban jól zárta a szöget. Fehér dobja ki,
Fodor Máriási, 2-2. Ismét eredményre vezetett az agresszív, letámadó játék. Rikli szerzett labdát, és Máriási piszkált bele. Ezzel 2-2 a mérkőzés állása a 35. percben. Fodor. Molnár Gábor. Jó a csel. Aztán a kapufát találja el. A labda azonban a Fevita petjére. Rikli elé pattan, aki a jobb sarokba vágja a labdát. Közvetlen közelről. Tehát már is fordít a klubfeca. 36. perc. Nem telt el még egy perc az egyenlítő találat után. És már a piros mezeseknél az előny. Szabó rávezeti Molnárra, aztán Fehér jön ki a kapujából. Szöglet. Szabó Ferenc végzi majd el a sarokrúgást. Fehér biztos kézzel veszi birtokba a labdát. Máriási. Rikli a védők mögé kerül. Lövését pedig Balogh hárítja, vetődve lábbal. Máriási bedobása, Fodor egyből, ez levágódik, szöglethez jut a klubfeca. Máriási az ügyeletes sarokrúgás végrehajtója. László vezeti ki a labdát, némi zavar a Fevita együttesénél, hiszen 2-0-ás állásról most már 2-3. Szabó. Szente. László zárkózik fel. Fodor Máriási tartja. Inkább visszafelé játszik, aztán most indul a feca támadása. Máriási. László lépett közbe szépen, látványos mozdulattal szerel. Balogh Zoltán elől, illetve Szabó Ferenc elől pedig Balogh Zoltán fedezte jól a labdát. László. Szente. Jó volt a csel. Szente lő, Fehér véd. Máriási. Molnár, Szabó állította meg, aztán Máriási rúgja ki a labdát. Fevita bedobás, Szabó, Szente perdíti fel, és aztán Fehér lép ki a kapujából, Rikli, Máriási, Fodor. Máriási, Balogh, Fehérnek hátra. László. Máriási, Fodor, Rikli indul be. Lászlóban akadt el a labda, Máriási várta volna. László. Távoli lövés, Fehérről kijön, aztán másodszorra már megfogja. A 39. percben járunk. 3-2-es klubfeca vezetés. Szabó. Molnár Gábor szerzi meg a labdát némi kézi munka eredményeként. Molnár az oldalhálóba lövi a labdát, és a hálótartó vasról vágódik vissza a mezőnybe az. Ez is egy nagy lehetőség volt a fece előtt, növelhette volna előnyét a piros mezes alakulat. Máriási, megpattan szöglet.
Gömsödi. A legutóbbi Csonka fordulóban mindkét együttes pályára lépett, a Klubfece a Maraton Sportot verte 2-0-ra, míg a Fevita a Kúperest szét 5-2-re. Tehát belejöttek a csapatok. Legalábbis az utóbbi forduló eredményeit tekintve. A második játék héten a Fevita a Csé plusz V-től 3-1-re. A Klubfece 3-1-re kapott ki, a Klubfece pedig 1-1-es döntetlent játszott a MÁV Gépészettel, még a nyitó fordulóban a Klubfece a Poyák BT-től szenvedett 2-0-ás vereséget, a Fevita pedig 4-4-es döntetlent játszott a Fedél Kft-vel. Rikli. Lömsödi. Feca bedobás következik. Molnár. Leveszi a labdát a túloldalon, aztán kivezeti az oldalvonalon túlra. Szente három ember közül tudta tovább passzolni a labdát. Szabó azonban már nem tudja emberhez továbbítani azt. 41. perc. Volent fején csúszik meg a labda. Szabó. Máriási. Molnár. Rikli. Fodor. Máriásinak vissza középre. Máriási egy lövőcsel után lövi el a labdát, és a jobb felső sarokba ragasztja azt. 42. perc, növeli előnyét a Klubfece, ismét Máriási a gólszerző, aki harmadik találatát jegyezheti ezen a mérkőzésen. Állva hagyta ellenfelét a Klubfece. Az első félidő játék alapján nem úgy tűnt, hogy így meg tud majd lépni a piros-medves gárda, hiszen akkor még 2-0-ra a Fevita vezetett. 43. percben járunk. Alig több mint 7 perc a hátralévő idő a találkozóból, és 2 gól a Feca előnye. Hajnal. Közben Csíkos mezben Mirosovics József a Fevita oldalán. Máriási. Fodor. Balognak ez könnyű zsákmány. Dömsödi. László. Mirosovics. Dömsödihez passzol, aki távolról lő. Fehérről kijön. Máriási. Molnár Gábor engedte ki a labdát, ha nem szánt szándékkal. Hajnal. Fodor veszi le, aztán egy esernyőcsellel próbálkozik. Hajnalhoz kerül vissza a labda, aztán a kapu mellé dörrent. A 44. percben járunk. Milosovics. Szente. László. Dömsödik, levágódik. Máriási. Lászlót kerülte meg.
aztán a kapu fölélő Dömsödi. Volent háta mögé. Azt hiszem, hogy most kellene begyújtani a rakétákat a Feviva együttesének, hogyha itt pontot akar menteni, hiszen 5,5 perc van hátra a találkozóból, 4-2-re a klub Feca vezet. Fodor. Máriási. Fodor kapja vissza. Aztán megint Máriásinál a labda. Dömsödi mellett tolja meg. Megpróbálta visszapasszolni középre Fodornak a labdát, nem sikerült, elakadt. Fehér jön ki a kapujából, és kikíséri, kiengedi a labdát. Ezzel is lopva a másodperceket. Fehér kapus rúgja ki. Molnár Gábor Oxival vette le a labdát, de ez már mit sem számít, hiszen előtte szabálytalankodott, Volentet lökte. Dömsödi. Szente. Hajnal érkezett a kelleténél keményebben. Fevit a szabad rúgás. Molnár. Máriási nagyon szépen vitte tovább a labdát. Hajnal. Molnár. Rikli érkezik középen. Balog János reflexből szépen véd. Szente nem tudja beírni a labdát a vonal előtt. Balog Zoltán. 47. perc, Rigli, itt van. Milosovic, Szente, László, Balog, Máriási, Hajnal érkezik, Rigli, a középen Molnár Gábor, és a fejéről visszapattan Riklihez a labda. Molnárnak nem megy ma a gólszerzés. László. Máriási mellett megy el. Aztán Szente tette volna tovább Milosovicnak. Nem volt pontos a passz. Marad a 4-2-es Feca vezetés a 48. percben. 2,5 perc a hátralévő idő a találkozóból, a rendes játékidőből persze. László csúsztatta meg a labdát, így klubfeca bedobás következik majd. Molnár, Balog János védett, nem is igazán, a kezével, inkább a fejével tornázta ki a labdát. Most fehér kapusnak kell kihalászni a palánk mögül a játékszert, ez sikerült. Molnár Gábor. Máriási indul be. Molnár oldalra viszi, aztán sarokkal tette volna vissza Balogh Zoltánnak. Végül is eljut hozzá a labda. Máriási. Balogh Jánosról jön ki. Molnár Gábor gyűjti be. Milosovic fordulhat az eladott labdából. Hajnal remek közbelépése. 49. perc. Hajnal. László. Szente. Jó volt a csel. Milosovic. Nem tudja a kapuba passzolni. Dömsödi. Milosovic perdíti tovább. Majd Hajnal pedig kirúgja az alapvonalon túlra a labdát. Fevita szöglet következik az 50. percben már.
László mellé. Rikli kap egy rúgást hátulról. Volent Csaba volt szabálytalan. Balog Zoltán perdíti tovább Máriás egy szabad rúgását követően a labdát. Milosovics. Hajnal. És vége a találkozónak. A Klubfeca végül második félidei teljesítményével, produkciójával megfordította a mérkőzést a maga javára, és így 4-2-re nyerte a találkozót. A góllövők az első félidőben Szente András kétszer volt eredményes, még a másik oldalon Máriási háromszor, valamint Rikli Csaba egyszer. Így alakult ki tehát a 4-2-es Klubfeca győzelem. A két csapat így helyet cserélt a tabellán. A negyedik játékhéten több együttes találkozója is fordulatokban gazdag játékot hozott. A részleteket megtudhatják az összefoglalóból. Az élmezőnyhöz tartozó két csapat, a C+V és a Turulány találkozóján a kékmezes C+V szerzett vezetést már az első percben, egy kontraakció végén. A gól után a parás hangulatú meccsen mindkét oldalon alakítottak ki helyzeteket a játékosok, és a félidő hajrájában egyenlített a Turul, sőt a zárás előtt ismét bevehette volna Diszl Péter kapuját. Fordulás után nem sokkal már a narancsmezeseknél volt az előny, de a kontrákra berendezkedő C+V sem maradt eredménytelen. Miután a C+V fordított, a Turul letámadással próbálta megzavarni a kékeket, és egy emberelőnyös szituációból egyenlített. A végére még maradtak helyzetek, de az eredmény nem változott, így 3-3 lett a végeredmény. Úgy érzem, a C+V megmutatta most is, hogy még nem szabad leírni, ha öregek is, nagyon jól küzdöttünk, és ha Bors Isten nem csinál egy fegyelmezetlenséget, akkor szerintem az eredményt megnyerjük 3-2-re, mert ha nincs az a kiállítás. Még egyszer köszönöm az egész csapatnak, hogy ilyen jól küzdött. Hogy érzed, igazságos a döntetlen? Sajnos igen, ezt magunknak tettük, nehéz, ezer helyzet, kihagyjuk őket. Ők a rutinból berúgták a 3 helyzetüket, megérdemelték az 1 pontot. Az idén hullámzó teljesítményt nyújtó Fedél Kft. És a Cooper SC randevúja is gyors góllal indult, a fehérmezes Fedél szerzett vezetést. A félidő nagy részében is a tavalyi bronzérmes irányított és növelte előnyét. A Cooper SC-nek sikerült megszereznie a szépítő találatot, és ezután több helyzetet is dolgozott ki, mint ellenfele. A második félidőben többnyire az történt a pályán, amit a fehérmezesek akartak, és még növelni tudták előnyüket. A Cooper próbálkozott, de csak kozmetikázni tudta az eredményt. A találkozót végül 8-2-re nyerte a Fedél Kft. Erősebb meccsre számítottunk, mert tavaly azért jobbak voltak, most elég gyengén álltak fel, és így elég könnyű mérkőzéssé alakult. Sajnos nagyon lélektelenül futballozunk. Azt hiszem, hogy sürgősen rendezik el a sorainkat, hogyha az első osztályba akarunk maradni. Utóbbi egy-két meccsen nagyon gyengén szerepeltünk. Ráadásul hát nagyon lélektelenül is játszunk. Szervezetlen, ami nem volt azért ránk jellemző, mert elég stabil kis csapat voltunk. Az újonc Polyák BT és a még veretlen Aprilia motoros volt összecsapás helyzetekkel kezdődött, míg nem a sárga mezes Polyák szerzett vezetést. Nem örülhettek azonban sokáig, mert az Aprilia gyorsan válaszolt. A fehér mezesek nem elégedtek meg az egyenlítéssel, és az első félidőt 3-1-es vezetésük tudatában zárták a motoros boltosok. Fordulás után sem változott különösebben a játék képe, az Aprilia játszott fölényben. A Polyák az első 6 hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célul maga elé, de az újoncnak az utóbbi 2 fordulóban elszenvedett pofonok tudatában össze kell szednie magát, ha teljesíteni akarja terveit. A találkozót 5-2-re nyerte az Aprilia motoros volt. Vajon ki kezdi meg a felzárkózást? Lehetett a kérdés a két jelenlegi utolsó, a 13. Sünés barátai, valamint a 14. Total Food találkozója előtt. Nos, eleinte nem bírtak egymással a csapatok, csak helyzetekig jutottak, majd a fehérmezes Süni szerzett vezetést. Azonban nem nyugodhattak meg Süniék, mert az újonc Total Food kihasznált egy védelmi hibát, sőt a félidő vége előtt a vezetést is átvette. A második játékrészt nagy lendülettel kezdte a Süni baráti társasága, és néhány perc elteltével ismét náluk volt az előny. A meccs hátralevő részében hol egyik, hol másik együttes örülhetett a vezető találatnak, de végül mégis igazságosan osztozkodtak a találkozó 10 gólján.
A végeredmény tehát Süni totál 5-5. Az ellenfelünk sokkal jobban adogatta a labdát, sokkal szebb volt az összjáték. Úgy érzem, a csapat kicsit maga alatt van. Gyenge a teljesítményünk most ebben a szezonban. Két egyforma csapat játszott egymás ellen. Hát végig vezettünk, végén meg örültünk már döntetlennek. Bádogos villámrajt nyitotta a zöldmezesek MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Elleni mérkőzését. Hamarjában két gólt kapott az újonc. Az első félidőben hiába birtokolta többet a labdát a fekete-fehérben játszó MÁV, mégis a Bádogos növelte előnyét nyakas hathatós közreműködésével. A második félidőben a MÁV Gépészet erőszakos és agresszív játékának köszönhetően szépen fokozatosan felzárkózott, mindamellett rengeteg helyzetet dolgozott ki. A Bádogosnak is volt esélye, hogy növelje előnyét, azonban a találkozó utolsó másodperceiben kiegyenlített a MÁV. A végeredmény 3-3. Az első félidőben jobbak voltak, ha minden igaz 3-0-al fordultunk. Taktikát változtattuk, a Pusztait előre küldtük centerbe, igazából ezt szoktuk játszani, egy jó hátvédünk hiányzik, megműtötték. És talán az, hogy végigbírtuk, és még kicsit a végén volt szufla, és ebből szerencsésen egyenlítettünk. 3-0-ra vezetünk az első félidőbe. Sokkal jobban játszunk, helyzeteink vannak, és akkor az itt az utolsó percekben kiegyenlítenek. Ráadásul úgy, hogy a 3 perce még 1 perc volt hátra. Az első félidőben 15 másodpercet hosszabbított, az ittszerbe hittük a labdát és lefújta. Jó, magunknak is köszönhetjük, de nagyban hozzájárult a bíró is. Amíg nulla pontos újonc maratonsport a bajnoki címvédő Bombon csapatával találkozott. Már az első percekben látni lehetett az erőviszonyokat, és ennek a zöldmezes maraton nem igazán örült. A Bombon már az első fél időben eldöntötte a 3 pont sorsát, 25 perc alatt 6-szor talált ellenfele kapujába, míg Hegedűs kapus csupán egyszer nyúlt a labdáért a gólvonal mögé. Fordulás után a Bombon szép támadások végén tovább növelte előnyét. A maraton kihasználva a fehérmezesek támadó kedvét, becsületgólokkal kozmetikázta az eredményt. A meccset 11-3-ra nyerte a Bombon. Teljesen más kategória volt ez a csapat. Sajnos ennyit tudunk, megnézzük, mire összeleg. Igazából sokat nem lehet hozzáfűzni, az eredmény magáért beszél. Mérkőzés előtt gondoltuk, hogy egy újonctól elvárható, hogy hajtós jó csapat. Be is bizonyították, szerencsésen alakult a mérkőzés, az elején az első 3 támadásból gólt lőttünk. Ez megadta az alaphangot, úgyhogy a végére örömjátékká alakult a mérkőzés. Az első osztály negyedik fordulójának eredményei C plusz V Turulline 3-3, Fedél Kft. Kúperes C 8-2, Fevita Klubfeca 2-4, Polyák BT Aprilia Motorosbolt 2-5, Sünni és Barátai Total Food 5-5, MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Bádogos 3-3, Maratonsport Bombon 3-11. A bajnokságot 4 mérkőzés után az Aprilia vezeti 12 ponttal, második a Bombon 9 ponttal, de ők egy találkozóval kevesebbet játszottak, harmadik a Bádogos 7, negyedik a Fedél 7, ötödik a C plusz V 7, hatodik a Klubfeca szintén 7 ponttal, aztán hetedik a MÁV Gépészet, nyolcadik a Turul, kilencedik a Fevita, tizedik a Polyák és a kieső helyeken jelenleg, tizenegyedik a Kúperes C 3, tizenkettedik a Total Food 1, 13. a Süni és Barátai 1 és 14. a Maratonsport 0 ponttal. A jövő héten épp úgy, mint legutóbb, csak fél fordulót rendeznek az első osztályú bajnokságban. Épp ezért műsorunk is csak 2 hét múlva jelentkezik. Tartsanak velünk akkor is, már a kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!